Jó estét kívánok! Az a relaxációs altató következik, amely csak azokhoz szól, akik alvászavarral, elalvási vagy átalvási nehézségekkel küzdenek. Kedves tréningező társam, reggeltől estig a feladataink, a dolgaink feszültségében élünk. Észre sem vesszük néha, mennyire túlterhel a sok inger, amely ránk zúdul. Elsodornak az ügyek, figyelmünket lekötik a gondok, az elintézendők. Telítődünk a stresszekkel, feltöltődünk feszültségekkel. Azután elkövetkezik az este, a pihenés ideje, eljön az alvás órája, és ekkor igen gyakran ránk tör az egész napi feszültség. Zaklatottan reagál a szervezetünk, és paradox módon válaszol az elalvás kínálatára. Megnyugvás, elcsitulás helyett izgalmi tünetekkel, álmatlansággal, feszültség hullámokkal, és a gondok, problémák özöne zúdul be gondolatvilágunkba. Nem tudunk elaludni. Ilyenkor minél inkább akarunk, annál kevésbé tudunk megnyugodni, sőt, ismétlődő, örvényszerű feszültségek ragadnak magukkal. Nem jön álom a szemünkre. Van más megoldás is? Kénytelenek vagyunk álmatlanul, feszültségekben hánykolódni? Ó, nem! Szeretne ön édes, könnyű álmot? Kívánja a természetes pihenést? Akkor tartson velem! Anélkül, hogy a szervezetet kémiailag bármivel terhelnénk, most a természetes alvás segítő útját vesszük igénybe. S ha ilyen természetes öngyógyító eszközt választunk, nem függünk többé a külső segítségtől, és saját magunk gyógyítói lehetünk. Az elalvási reflexhez kapcsolódunk vissza, mely mindannyiunkban működik automatikusan. És ez a természetes út. A legtermészetesebb út a belső csend megtalálásán át vezet el az édes és könnyű álomhoz. Esténként, amikor elkövetkezik az elalvás ideje, vegyük fel azt a testhelyzetet az ágyban, amelyben általában a leginkább szeretünk elaludni. Ez lehet oldalt fekve, összekuporodva, vagy úgynevezett csecsemőpózban, vagy kispárnával a mellkasunk előtt. Engedjen egyéni szokásainak. Ez rendkívül sokat ér. Ebben a helyzetben induljunk el magunkban a csend üzenetei felé. Ehhez kínál segítséget a relaxációs altató, amelyet azonban érdemes megbeszélni, hogyan használjunk, hogyan segít a relaxációs altatás. Egyrészt közvetlenül és folyamatosan. Használatának kezdetétől segít a gyors, könnyű elalvásban, és helyreállítja a természetes alvásritmust. A kizökkent folyamatokat visszatereli az egészséges mederbe. A rendszeres használattal bevési és magától működővé teszi az alvásrendet. A szervezetet pihentető és a lelki működéseket rendező erőket mozgósítja, így elősegíti a gyógyító álmodást is, és ezáltal a lelki egészséghez általában véve is hozzájárul. Már csak az a kérdés, hogyan gyakoroljunk.
Egyrészt alapszabály, hogy önnek egyáltalán nem kell hinnie a módszer hatásában, de feltétlenül szükséges gyakorolnia. 28 napon át minden este hallgassa végig a relaxációs altatót. Kérem, ne hagyjon ki egyetlen napot sem. Akkor sem, ha már egy-két nap múlva úgy érzi, hogy sokkal könnyebb az elalvás. Tapasztalni fogja, hogy pár nap elteltével a szöveg hallgatásába már belealszik. Ez se zavarja. Ha esetleg éjszakai felébredés előfordulna, éjjelente egyszer ismét meghallgathatja a relaxációs altatót. Bár a klinikai ellenőrzés során bebizonyosodott, hogy az alvás zavarok a gyakorlás hatására egy tréningciklus, azaz 28 nap alatt rendeződnek, és ezért további gyakorlásra nem lesz szüksége, mégis alkalomszerűen természetesen később is használhatja a kazettát. Most pedig készüljünk fel a relaxációs altatásra. Feküdjünk kényelmesen. Ne törődjünk most azzal, hogy elalszunk-e, csak egyszerűen hagyjuk, engedjük meg, hogy ellazuljon a lábunk, a törzsünk, a hátunk, a vállunk, ellazul a két kar is. Szinte érezhetővé válik a súlya, mintha csak elnehezedne, nehéz és kellemesen elernyedt. Ellazul a nyak, a tarkó is, elsimul az arc, a homlok, szemhéjunk ráborul a szemre, és a tekintetünk békésen megpihe. Érezzük, ahogy egyre jobban kiterjed bennünk a nyugalom, és ebben az oldott, kellemes belső állapotban a figyelmünk befelé irányul. Kövessük most szinte kíváncsian, mi is történik a testünkben, hogyan adja át magát a testünk, tudatunk az ellazulásnak, a kikapcsolódásnak. Ahogyan haladunk a figyelmünkkel befelé, a szervezet felé, úgy halkul el minden külső zaj, zörej, és a hangok bárhonnan erednek is, egyre távolabbak, egyre messzebbről, egyre halkabban hallatszanak, mintha csak nagyon messziről érkeznének, de ez már nem is számít. Ami kívül történik, egyre közömbösebb, egyre távolibb. Csak az számít, ami bennünk történik. Egyre tisztábbá válik a csend, amelyben szinte átjárja az ellazulás érzése a két kart, a
két lábat, a törzset, a vállat, a homlokot és az arcot, és feloldódunk az ellazulásban. Ahogyan átadjuk magunkat az ellazulásnak, és fokról fokra távolodik mindaz, ami körülöttünk történik, elérkezik a pillanat, amikor megkérdezzük magunktól: hol vagyok most? Hol tartok ezen az úton? Gondolatban ebben a pillanatban megállunk, hogy csak egy dologra irányuljunk. Mit üzen a csend, amire rátaláltunk? Képzeletben szinte látjuk magunkat az ellazulásban, és elképzeljük, amint az izmok nyomása alól felszabaduló erekben lüktet, zsongva, zsipongva áramlik a vér. Figyeljük most a vérkeringésünket. Kövessük ezt a zsongó, finom lüktetést a két karban. Ahogyan rátalálunk, a vérkeringés lüktető ritmusára, erre a zsongó, kellemes érzésre, úgy szólalnak meg a belső csend különös hangjai. A szívünk egyenletes, nyugodt, szabályos lüktetése. Hagyjuk, hogy elérjük ezt a hangot, és próbáljuk megtartani, követni, hogy ez a nyugodt, pulzáló ritmus vigyen tovább a csend hangzásaiban. Ahogyan figyelünk, s már érezzük is a légzés finom fuvallatait, a kiáramló levegő fúvó neszét. A beszívott levegő surranó hangjait. Tüdőnk finom fújtatójának nyugodt ritmusát. Ahogyan átjárja tüdőnket a beszívott levegő, szinte megkönnyebbül az egész testünk, pillekönnyű, mint egy dollpihe, mely ringva lebegve száll a szemünk előtt, súlytalanul és kecsesen. Most már tisztábbak a csend hangjai, és kívülről még bármi neszez már nem számít. Üzen a csend,
beszédessé vált a szervezetünk az ellazulásba. Érezzük a hasüreg műhelyének mozgásait, az emésztés tompa mély hangját, mintha csak egy párnázott ajtón áthallatszana a munka moraja. És most hagyjuk a hangok szabad alakulását. Rábízzuk magunkat az ellazulás belső csendjére, és semmi mást nem teszünk, mint hagyjuk, engedjük, követjük a csend üzeneteit. Ezek a finom neszek, ezek a belső hangzások vezetnek, s mi átadjuk magunkat a belső csend üzeneteinek. Benne vagyunk a csend búrájában, a megnyugvás békéjében, a teljes ellazulásban. Ebben az ellazulásban könnyű a test, szinte lebeg, mint egy pille könnyű tolpihe vagy egy lepke, pille, amit ringat a szellő, és szemünk előtt lebeg a levegőben. Száll a pille, pille könnyű, száll egyre messzebb és messzebb, ringva lebeg át az álomba, követi lelki szemünk a távolodást, és szinte lebeg a test, mint könnyű pille szál. Lebeg át az álomba, mély pihenésbe, vele szállunk. Távolodunk az álomba, lebegésbe, száll a pille, pille könnyű, száll egyre messzebb és messzebb, ringva lebeg át az álomba. Ezzel az altatóval. Jó éjszakát kívánok magának minden éjjel, édes álmot, mert a belső csend programjára nyugodtan rábízhatja magát. Bárki, aki nehezen alvó, vagy alvászavarral küzd, éjszakánként felébred, és nem akar altatót szedni. A befelé haladás, a könnyűvé válás,
és a kívülről befelé távolodás útja pontosan megfelel a természetes elalvás belső lépéseinek, ezért tapasztalhatja majd, már néhány próba után is rendkívül édes és egészséges álmot hoz a szemünkre. Ne féljünk kipróbálni. A relaxáció egészséges, pihentető, könnyű álmot és friss ébredést ígér. Jó éjszakát! Viszontlátásra!